Ez a Hír 18, a Jászság híradója 18 településről 18 órakor. Több mint 700 millió forintos fejlesztés megvalósításán dolgoznak a Jász fényszarói ipari parkban. Érdemes volt ebbe a munkába belevágni. Digitális alkotóműveit adtak át a Klakka diákjainak. A projekt célja az iskolai elhagyás csökkentése és az alapképességek fejlesztése. A Jász települések szentmisékkel és a karácsonyi falukban, illetve főtereken felállított adventi koszorúk közös gyertyagyújtásával ünnepeltek. Köszöntök kedves nézőinket, ennek a Jászsági térségi televízió híradóját, a Hír 18-at láthatják hétfőn este 18 településről 18 órától. Több mint 700 millió forintos fejlesztés megvalósításán dolgoznak a Jászfényszarói Ipari Parkban. A Jászfényszarói Ipari Centrum Kft. Saját beruházásában egy vállalkozói műhely, még pályázati támogatás segítségével egy inkubátorházat épít. Mindkét létesítményt 2020-ban szeretnék majd átadni. A városban két évtizeddel ezelőtt döntött úgy az önkormányzat, hogy létrehozza az ipari parkot működtető Jászfényszarói Ipari Centrum Kft-t. A helyi gazdaság fejlesztését a munkahelyteremtés célú tűző városi cég eredményes 20 évet tudhat maga mögött. Érdemes volt ebbe a munkába belevágni, és aki Jászfényszarón jár, illetve az ipari parkban is jár, az megállapíthatja a fejlődést. Amire büszkék is vagyunk, más kérdés, hogy rengeteg munka, nagyon sok egyeztetés, és sok szereplőnek a tevékenysége az, ami elvezetett idáig. A sikeresség záloga volt az együttműködés, tette hozzá a cégvezető. Közösen dolgoztak az önkormányzattal, a kereskedelmi és iparkamarával, a hatóságokkal, illetve a civil szervezetekkel. Két évtizeddel ezelőtt három cég mintegy 500 munkavállalót foglalkoztatott az ipari parkban. Most arra közel 40 cég 2500-3000 munkavállalónak ad állás lehetőséget. Sokrétű a feladat, az egyik a lehetőségek megteremtése, ami részben állhat az infrastruktúra fejlesztéséből, tehát olyan telkeknek a kialakításából, ami alkalmas arra, hogy vállalkozások megtelepedjenek. Ezen kívül érdemes, én azt gondolom, olyan épületeket is építeni, ha más szereplő nincs, tehát akkor akár egy ilyen cégnek, mint az Ipari Centrum Kft., olyan épületeket megépíteni, ahová cégek tudnak jönni bérlőként, ezek lehetnek akár raktárak, üzemcsarnokok, irodák. A Jászfényszarói Ipari Centrum Kft. Tevékenységének jelentős részét épp ez adja, de nagy hangsúlyt helyeznek a marketing tevékenységre is. Jászfényszarú határában 90 hektárnyi területen fekszik az ipari park, 15 cég önálló telephelyen végzi tevékenységét, míg a Jászfényszarói Ipari Centrum Kft-től 30 vállalkozás bérel csarnokot, műhelyt, irodát. A városi cég rendelkezésére áll 4 darab 500 és 2000 négyzetméter nagyságú ipari csarnok, valamint egy szaunával, illetve fallabda pályával kiegészített vállalkozói ház. Az önkormányzat jelentős mértékben támogatja a városi cég beruházásait. Számos esetben az ipari létesítményekhez kapcsolódó infrastruktúrális fejlesztés végrehajtását finanszírozta az elmúlt években. A folyamatosan jelentkező újabb és újabb igényekre pedig együttműködve reagálnak. Ez idő szerint két újabb az ipari termelés bővítését segítő létesítmény kialakításán dolgoznak. Jelenleg most van egy vállalkozói műhely építésünk, illetve egy inkubátorház építésű projektünk. Az egyik az ugye Európai Uniós támogatással, a másik ugye saját erővel fog menni. Hát annyit tudnék elmondani róla, hogy a vállalkozói műhelyhez közel 450 négyzetméteres lesz, és február végén lesz az átadása neki. Az inkubátorház az pedig jövő, hát azt mondom, hogy össze fog elkészülni. A vállalkozói műhelyt 200 millió forintos beruházással alakítják ki, az inkubátorház létrehozása pedig mintegy 500 millió forintos fejlesztés jelent, amelyhez 300 millió forintos támogatást nyert el a városi cég. A leendő vállalkozók mindkettőben bérelhetnek majd műhelyeket, az inkubátorházban pedig igénybe vehetnek irodákat is. A Szolnoki Szakképzési Centrum Jászberényi Klapka György szakgimnázium és szakközépiskolája november 28-án csütörtökön adta át idéglenes környezetben bemutatott új digitális alkotó műhelyét, ahol a robottechnika, a 3D nyomtatás vagy a fém megmunkálás alapjait lehet kipróbálni digitális eszközök segítségével. A projekt célja a korai iskola elhagyás csökkentése és az alapképességek fejlesztése. Projektünk célja tanulóink alapkészségének fejlesztése, az iskolai teljesítmény növelése és nem utolsó sorban a korai iskolai elhagyás csökkentése tagintézményeinkben.
Mindenre uniós forrásból 550 millió forintot fordít a Szolnoki Szakképzési Centrum tagintézményeiben, melyből kompetencia és énerőfejlesztő közösségi programok, élménypedagógiai tananyagfejlesztés, továbbképzések és nagyobb mértékben eszközbeszerzések is megvalósultak. Jászberényben a Klapka új intézményegységének átadásáig egy idéglenes helyen a Rákóczi úti korábbi általános iskola egy tantermében sikerült berendezni az új digitális alkotóműhelyt, ahol a robottechnika, a 3D nyomtatás vagy a fém megmunkálás alapjait lehet kipróbálni digitális eszközök segítségével. Erre azért van szükség, hogy a diákok újabb kedvet és motivációt kapjanak a szakképzéshez. A szakképzésben tanuló szerekeket muszáj motiválni, muszáj megmutatni neki az új technológiákat, új technikai felszereléseket és eszközöket, hiszen ezzel érhetjük azokat a célokat, amelyeket kitűztünk magunk elé, hogy megfelelő pályát választva jó szakemberek legyenek, és ezt szolgáljuk a munkaerőpiacon. Közebb is egy kicsit hajolnod, úgy, tartsd a vonalon, próbáld a vonalon tartani, és lassabban húzod, jó lesz. Csak szép lassan húzza. Sokakban él még a régi beidegződés, hogy a szakmunka piszkos és alantas tevékenység, ami mára igencsak megfordult. Nyilván van egy hasonló része is az, hogy dolgozni kell és meg kell csinálni a munkadarabot, de már ugye vannak erre való gépek, amik megcsinálják helyetted, és mivel megtervezzük a munkadarabot, hogy meg szeretnénk csinálni egy alkatrészhez, vagy mondjuk egy, lehet látni a videón egy motorhoz. Szerinted ez jó életpálya? Szerintem nagyon jó. Miért? Mert nagyon sok helyen el lehet vele helyezkedni. Nem csak a technológiák fejlődésével, hanem a munkaerőpiaci igényekkel együtt komoly igény van a jól képzett szakemberekre, akiknek jelenleg nem csak a fizetések kedvezőek, hanem az életpálya is kiszámítható, sőt, a felsőoktatás is szabad utat enged. Már mi is föl tudjuk őket tehát arra készíteni, hogy egy technikumból, hogyha jól szerepelnek, utána felsőfokú intézménybe mehessenek automatikusan. Nem kell felvételizni, nem kell görcsölni, hogy most hány pontot érnek el. Ez nagyon jó arra tényleg, hogy a szak irányú felsőfokú tanulmányaikat tudják végezni, és nem kell ahhoz kitűnő tanulnak lenni, hogy egy mérnökké váljanak, hanem abba az irányban, tehát speciálisan, de jó képzettek legyenek. Ehhez állnak rendelkezés a legkorszerűbb technikák, melyet a diákok a délutáni szakköri foglalkozások alkalmával használhatnak saját kompetenciáik fejlesztéséhez. Az idéglenes teremben találhatunk 3D tervezést és 3D nyomtatást, elektronika és robotépítést, lézervágást és CNC megmunkálást, illetve a fa és fém megmunkálás digitális, illetve manuális eszközeit. Felvillantak az első adventi koszorúk gyertyalángjai szerte a jászságban. A jásztelepülések szentmisékkel és a karácsonyi falukban, illetve főtereken felállított adventi koszorúk közös gyertyagyújtásával ünnepeltek. Advent első vasárnapjával beköszöntött a karácsonyi ünnepkör, mely egészen január 6-áig vízkeresztig tart. Advent első vasárnapja egyúttal az egyházi év kezdetét is jelenti. E napon a koszorúkon található első gyertyát gyújtjuk meg a hit szimbólumaként. December első hétvégén a jászsági települések városi koszorúin is fellobbant az első gyertyaláng, melyhez különböző kulturális programok és ünnepi szónoklatok kapcsolódtak. Jászapáti város önkormányzatának szervezésében november 30-án szombaton invitálták a városlakókat az első adventi gyertyagyújtás ünnepére. A jászapáti templomi kórus műsorát követően Farkas Ferenc polgármester osztotta meg ünnepi gondolatait. Eltelt egy év, és ilyenkor egy picit visszanézünk, hogy mi is történt gyakorlatilag a mögöttünk hagyott időben. Nagyon sok jó barátot elveszítettünk, akik itt hagytak bennünket. Nagyon sok új élet született itt Jászapátin is, ami szintén örömmel tölt el bennünket. A barátságról egy régi történet jut eszembe, talán még a történelmi Magyarország területén, és valószínű Erdélyben történhetett. A kedves történet tanulsága arra világít rá, hogy karácsony közelettével az ellenséges szívek is megenyhülnek. Ez a szép adventi koszorú, ez
juttassa eszünkbe a betlehemi kis Jézust, juttassa eszünkbe karácsony szent ünnepét, és valóban együtt zarándokoljunk majd az évféli szentmise, az ünnepi szentmise jászlához, ahol a mi Úrunk Jézus Krisztus születését ünnepeljük. Most itt a téren egy közös jászapáti bárkát építünk, amiben mindannyian megtaláljuk az otthon melegét, mindannyian megtaláljuk azt a szeretett közösséget, amire vágyunk, hiszen mindenki a szeretetre vágyik. Kocsis Sándor plébános ünnepi gondolatait követően az apáti koszorún fényt kapott az első gyertya, majd Kovásné Lajos Krisztina, Pete Marian és Molnár László közös műsorát tekinthették meg a főtérre érkezők. Jászfényszerű templomában a szentmisére érkezőket is adventi koszorú fogadta, a hit szimbólumának fényével. A szentmisét Kis Gábor esperes prédikálta. Jászfényszerű fényárban úszó templom kertjében a gyermekek műsorát követően adventi gondolatait osztotta meg az esperes. Hiába tudjuk a jót és a rosszat, erő kell ahhoz, hogy kitartsunk a jó mellett és elforduljunk a rossztól. És mitől lehetünk még rosszabbak? Egészen bezárkózunk az önzésünk világába, és egészen megfeledkezünk az embertársról, még inkább rosszabbodik a helyzetünk, ha megfeledkezünk az életünk forrásáról. Aki nem más, mint maga az Isten, akihez a legrövidebb út a szeretet, zárta le gondolatát Kis Gábor. Jászberényben az első ünnepi hétvégén advent nyitó kultúrzuggal várták a gyermekeket és felnőtteket a városi könyvtár munkatársai. A karácsonyi témakörre épülő kézműves foglalkozás kiváló alapjául szolgált november 30-án szombaton, advent első vasárnapjának. December 1-én a fényfüzérekkel dekorált Szent Háromság tér megtelt forró ital szürcsölő társaságokkal, izgatott gyermekekkel, akik az első gyertyagyújtás köré épülő programokra érkeztek. Ez az időszak, amely most kezdődik, ennek első vasárnapja elsősorban a önmagunkban nézéssel, elcsendesedéssel és a életünk jobbá tételével kell, hogy elinduljon, és ezen a vonalon kell, hogy tovább menjen. Igen, mert minden nagy esemény előtt, minden nagy eseményt egy várakozás előz meg. Életünk szebbé, boldogabbá, nyugodtabbá varázsolásához szükségessé válik ebben az időszakban háttérbe szorítani problémáinkat, s fokozott figyelmet fordítani mindazokra, akiket szeretünk, s akik viszont szeretnek minket. Hiszen csak akkor tudunk építkezni, csak akkor tudunk jobbak lenni, hogyha ezeket a gondokat félretesszük, és akkor foglalkozunk azokkal, amikor valóban kell. De hagyunk időt magunknak, szeretteinek és családunknak, hogy együtt legyünk, egymással törődjünk, egymással foglalkozzunk, hiszen ennél nincsen fontosabb dolog a világon, én azt gondolom. Kántáte Nobis énekegyüttes lélekmelengető dallamaival tette szebbé az adventi ünnepet. Rejs Tamás káplán áhítatát követően a város koszorúján meggyúlt az első gyertya, jelezve, kevesebb mint 4 hét múlva az év legcsodálatosabb ünnepéhez érkezünk. Rákász Gergely koncert orgonista hangversenyével folytatódtak a kulturális programok a moziban. Nagyon boldog vagyok, mert évek óta, igazság szerint közel 20 éve járok vissza Jászberénybe, és minden alkalommal egy olyan szeretet vár, hogy már az egész táp készül előre, hogy jöhetünk, hogy itt helyünk van, hogy itt mosolyjal fognak várni bennünket. Úgyhogy most is nagy örömmel jöttem. Csupa klasszikus, amit hoztam, Handel tűzi játék zenéjéből játszom, Bach nélkül olyan egy orgona koncert, mint egy kabát gomb nélkül.
Jársági csoportok is részt vettek az immár 23. alkalommal meghirdetett országos falusi színjátszó találkozón. Az Adácson napokban megtartott rendezvényt az Éta Kulturális Egyesület és a Veritas színpad szervezte. A Járságot a Jászfényszori Fortuna együttes és a Jársági hagyományőrző egylet képviselte. Ez a paradicsom! Jársági csoportok is részt vettek az immár 23. alkalommal meghirdetett országos falusi színjátszó találkozón. Az Adácson napokban megtartott rendezvényt a 45. születésnapját ünneplő Zéta Kulturális Egyesület és a Veritas színpad szervezte. A Magyar Színjátékos Szövetség szakmai támogatásával lezajlott találkozóra elsősorban a falvakban, községekben tevékenykedő amatőr színjátszó csoportokat várták. A nagy hagyományokkal bíró rendezvényen a Jászfényszarói Fortuna együttes, illetve a Jársági hagyományőrző egylet képviselte a Jársságot. A Jársági Hagyományőrző Egylet negyedik alkalommal vett részt Adácson a falusi színjátszók országos találkozóján, és most ez alkalommal az új darabunkat vittük el, Ahogy adja gazduram, életképek a Jászapáti vásárból címmel. Mutattuk be, nagyon nagy közönség sikere volt, ezt el kell mondjam, teltház volt azon a szombati délutánon, amikor mi kerültünk sorra, sőt még a helyi rendezők a mi műsorunkat ajánlották a település diákjainak is, hogy jöjjenek színházba és nézzék meg. A Jászfényszarói Fortuna együttes Vajda György a Rátóti legényanya című darabját vitte színpadra. A találkozóra rendszeresen ellátogat a fényszarói csoport. Azért szeretünk elmenni, mert ide főleg falusi csoportok mennek, és a mi közegünk a vidék, a falu, ahova legtöbbet járunk szerepelni, és igazából az ilyen csoportokkal tudjuk legjobban összehasonlítani magunkat. Nagyon jó a zsűri. Hát nagyon szakszerűen, kiméletesen ugyan, de keményen elmondja a szakmai véleményét, és építő jelleggel. A Jászberényiek ebben az évben bronz minősítéssel térhettek haza a kétnapos találkozóról, ahol a Berényieken kívül inkább abszurd drámákat, komédiákat mutattak be a csoportok. Hát mi ilyen kakukktojás vagyunk minden egyes alkalommal a bemutatók sorában, mert ugye a mi darabunk az inkább mint egy népi vígjáték, ha a régiesen mondanám, mint egy népszímű, de inkább a népi vígjáték az a helyes kifejezés rá, és ugye mi nagyon sokan vagyunk, nagyon látványos a ruhatárunk, a díszletünk, és a mai modern színházi darabok azért inkább kevés szereplősek, inkább csak jelzésértékű a jelmez, amit viselnek, és ugyanilyen a díszlet is. Tehát mi semmilyen módon nem élünk be ebbe a sorba, de hát végül is falusi színjátszók találkozója, tehát így meg mindenképpen tehát ott a helyünk. A zsűri véleményét mindig nagy odafigyeléssel hallgatják meg a színjátszók, hogy amit csak lehet, hasznosíthassanak belőle további munkájuk során. A Jászfényszarói csoport 2019-ben aranyminősítést ért el kacagtató, mégis mély társadalmi igazságokat megfogalmazó Rátóti legényanyával. Azért döntöttünk emellett a darab mellett, mert annak a játék módnak már úgymond a birtokában vannak a szereplők, hogy nagyon erős karakterek, tehát jól tudnak erősen karaktereket megformálni. Ugyanakkor a korukból adódóan jól áll nekik ez az abszurd stílus, ami a mai világban, hát nem kell magyarázni, hogy milyen abszurd világban élünk, és egyre jobban az összes országban, tehát nem csak nálunk, úgy gondolom az egész világ az őrület felé megy. És megtetszett még azért is nekünk ez a darab, mert nagyon sok szereplőnek ad benne helyet. A Jársági csoportok igazi alkotó folyamattal, közös munkával hozták létre a bemutatókat, amelyel mind a Jászfényszarújak, mind a Jászberényiek szeretnének ellátogatni a környező településekre, ahol szívesen fogadják játékukat. A Fortuna együttes Jászfényszarún először jövő év márciusában mutatja be darabját. Sport következik november 30-án délután a Jászberényi fedett jégpályán, ezúttal ugyan a Lehel HC Fradi 16 éves jégkorong csapata mérkőzött meg egymással, de a meccs hangulata régi időket idézte. A lelátón nagyon sokan voltak, és a kisrácoktól egészen a nagyszülőkig természetesen mindenki Jászberény sikeréért szurkolt, mint kiderült, nem hiába. A mérkőzés összefoglalója következik most. Az U16-os országos jégkorongbajnokság harmadik csoportjában a Lehel HC Ferencváros jégkorong mérkőzésen Jászberény polgármestere Budai Lóránt végezte el a bedobást. Majd másfél perc elteltével már Lehel gólnak örülhetett a népes publikum.
amikor Hordós Ádám egyéni akcióból félpályáról indulva betalált a zöldfehérek kapujába. Viszont a következő gólra szinte egy harmadnyi időt kellett várni, mivel Sári Krisztián a második etap elején növelte 2-re csapata előnyét egy remekbe szabott lövéssel. Majd egy 10 perc múlva, egy kapu előtti tömörülés után Jenei Tardos vágta a hálóba a pakkot. Ezzel már 3-0-a lehelnek. Nem sokkal később egy saját magától előre jutott korongjára Sári Krisztián rajtolt, és mindenkit lekorcsolyázva éles szögből markolta az FTC kapusát, és így már 4 góllal vezettek. Alig telt el 2 perc, és újabb gólt láthatott a szurkolótábor. Ezúttal Molnár volt az előkészítő, Hordós Ádám pedig a kivitelező, és ezzel már 5-0-ra alakult a hoki meccs állása. Arról pedig a harmad végén ismét Sári gondoskodott, hogy 6-0-ás állásnál vonuljanak pihenni az öltözőbe. Az utolsó harmadban pedig már csak az volt a kérdés, hogy mennyi lesz a különbség a Lehel javára. Ezúttal Hordós Dávid buliból történő átadása után Bánki Dávid hatalmas lövése vágódott a meglepett Fradi kapus hálójába. Így már 7 góllal vezetett a Lehel. Majd a meccs vége előtt 1-2 perccel Molnár indításával Sári ugrott ki nagyszerűen, megkerülte a kaput, majd a jókor érkező Jenei Tardos elé tállalt, aki nem hibázott. Így megszületett a kiütéses 8-0-ás Lehel győzelem a Fradi ellen. Hát először nehéznek indult, de a végére behúztuk és lőttünk 8-at. Te a 8-ból hányat vállaltál és milyen körülmények között? Egyet vállaltam és a körteteiről bevertem. Mit gondolsz, hogy ennyivel jobb a Jászberényi csapat, vagy most így jött ki? Jobbak vagyunk, mert ki is mutatott az eredményen is, meg a tempón is, meg hogy meg volt dölve a játék, tehát végig az ő harmadukban voltunk. Dávidék edzője a szurkolótábor dicsérte, de természetesen a csapat teljesítményével is maximálisan elégedett volt. Irigylésre méltó ez a szurkolósereg, amit minket hétről hétre megtisztel. Az óriási erőt ad a srácoknak. Ferencváros elleni mérkőzés az mindig egy ünnep itt, és én úgy gondolom, hogy 100%-osan teljesítettünk gólokban is, és hozzáállásban is. Az edző szerint főleg fizikálisan kerekedtek felül ellenfelükön tanítványai. Hát szerintem fizikálisan sokkal jobbak voltunk, pedig több soruk volt. Nekünk csak 3, nekik 4. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó alapos felkészülés után igazából rájuk tudtunk készülni, tehát taktikailag is, de mondom, fizikális szempontok azok nagyon sokat nyomtak alatba. Egy hét múlva a sereghajtó Kaposvár vendégei lesznek Sári Krisztiánék, majd december 20-án az UTB csapatát fogadják. Másnap, azaz vasárnap a Lehel HC felnőtt jégkorong csapata is bajnoki meccset játszott. Az UB3-as mérkőzésen Bató Andrásék nem udvarioskodtak a vendég Debrecen együttesével szemben, hiszen kiütéses 13-4 arányú győzelmet arattak ellenük. Egyébként, ha már sportról beszélünk, akkor a Hír 18 után hamarosan kezdődik a lelátó Ács Tibor műsorvezetésével. Szervusz Tibor, milyen egyéb sporthírekről fogsz nekünk beszámolni? Szervusz Gábor, és köszöntöm a kedves nézőket is! Sportmagazinunkban ezúttal a Jászberényi Birkozó Klubról lesz szó, annál is inkább, mert átírták sporttörténelmüket kitűnő eredményeikkel. A beszélgetés előtt tájékoztatást fogunk látni a kosarasok szurkolói ankétjáról. Utána pedig bemutatjuk adáskörzetünk labdarúgó csapatainak táblázaton elfoglalt őszi helyét. Majd női röplabda következik. Ezt követően kilátogatunk a Jászberényi Ferenc jégpályára, mert hogy az utánpótlás hokisoknál egy svéd mentoredző járt velük foglalkozott. Várom tehát a kedves nézőket a Hír 18 után, itt a lelátóban. Köszönöm, érdeklődve várjuk, most pedig lássuk mai főhíreinket még egyszer, röviden. Több mint 700 millió forintos fejlesztés megvalósításán dolgoznak a Jászfényszarú ipari parkban. Érdemes volt ebbe a munkába belevágni. Digitális alkotóműveit adtak át a Klakka diákjainak. A projekt célja az iskolai elhagyás csökkentése és az alapképességek fejlesztése. A Jász települések szentmisékkel és a karácsonyi falukban, illetve főtereken felállított adventi koszorúk közös gyertyagyújtásával ünnepeltek. Ennyi volt már a Hír 18, köszönöm megtisztelő figyelmüket, híreinket, információinkat megtalálják a Jászsági térségi televízió internetes platformjain, kövessenek bennünket YouTube-on, Facebookon, illetve a jttv.hu-n. Minden jót, jó pihenést, viszontlátásra! A stúdió díszletet a Perlaki reklám készítette.